Tudománya elnevezésű projektum, melyet a Fórum Kisebbségkutató Intézet valósít meg 2015-ben, elérkezett kisfilméhez, melyben az Oral History projektről fogom kérdezni Körös Zoltán kollégámat. Üdvözöllek, és először is az lenne az első kérdésem hozzád, hogy mondd el nekünk, mit jelent az, hogy Oral History? Ha magyarra fordítanánk, akkor elbeszélt történelem. Itt történelmi eseményeket szemtanúk mondják el, vagy diktafonra, vagy videokamerára. Te a történelmnek melyik részletével foglalkozol? Tehát azok az interjúk, amelyeket te csinálsz, azok kimondottan melyik időszakról szólnak? Elsősorban a második világháborúról és a háború utáni történelemről. De főleg a második világháborúval foglalkozok. De ebben benne van a Horthy rendszer is, a maga katonaság is, és a hadifogság. Honnan jött ez az érdeklődés? Milyen végzettséged van? Mit végeztem? Én történelmet végeztem Nagyszombatban, és elég későn jutottam ehhez. 2009-ben kezdtem egy interjút, ez meg ilyen véletlenszerű volt. A nagyapám az hadifogság volt, és volt egy nagyon jó barátja, akivel volt hadifogságban, és akkor őtet látogattam meg, ezt a bácsit, és a nagyapámról akartam elsősorban kérdezni, de a bácsi elmondta egész történetét, és két nap alatt valami 8-9 óra anyagot forgattam vele diktafonra, amit megmutam lepődve, ennyit el tud mondani valaki. Hogy kerültél a Fórum Intézet közelébe, és hogy kezdtél el itt dolgozni? Miután megcsináltam ezt a interjút, először nem is tudtam, mit kezdjek vele. Tudtam, hogy nagyon jó történet. Aztán elkezdtem még járni a bácsihoz, és valami 10 interjút csináltam vele. Szemből összeraktam egy ilyen, ezt az egész történetet, hogy úgy mondjam, ilyen novellaként írtam meg, vagyis hogy ezt angolul meg ghostwriting. Leírtam a történetet, mintha ő csinálta volna meg a visszaemlékezéseit. De ez 2009-ben volt, és a fórumban én csak 2013-tól vagyok, úgyhogy még a fórum előtt nem tudom, a 30-40 interjút készítettem még többi bácsival is. Úgyhogy ezért vettek fel ide a Fórum Intézetbe. Kik voltak azok, akikkel akkoriban készítetted az interjúidat, és kik azok, akikkel ma a Fórum Intézet projektjén belül dolgozol? Először volt ez a Tóth Károly bácsi, ez már királyfaj volt, és ezután még a 1946-os, 47-es csehországi deportáltakkal is foglalkoztam, csak királyfolyakkal, valami 40-45 családdal, vagy családtaggal folytattam interjút, és ezután még találtam királyfán 3 katonát, vagy leventét, akikkel megcsináltam interjúkat, és aztán úgy folytattam, hogy a szomszéd falvakba is elmentem megkérdezni, hogy kik vannak ott, és rájöttem, hogy még most itt az a idő, hogy még lehet gyűjteni. Elég sok. És kik ezek? Tehát akik gyakorlatilag deportáltak, vagy hadifoglyok, vagy mások is vannak között? A deportáltakat azokat csak királyfán gyűjtöttem össze. Ezek után már csak is a katonákkal és a leventékkel foglalkoztam. Hogyan találod meg ezeket az embereket? Hogyan keresed fel? Hogyan építed ki velük a kapcsolatot? Először ez ilyen véletlenszerű dolog volt. Királyfán ismertem ezeket a bácsikot azelőtt is, de amikor már tovább mentem, például a szomszéd faluba, ott már rá kellett kérdezni valakire. Így legtöbbször úgy csináltam, hogy megyek a utcán, és akkor leszólítok inkább időseket szólítok le, és azok ismerik egymást ott a faluba, és rögtön irányítanak, hogy menj ehhez, menj ahhoz. De ezek után már a községházakkal is felvettem a kapcsolatot, de ott voltak olyan helyek, hogy nagyon szívesen segítettek, és voltak olyan, hogy kimondottan nem is érdekelte őket.
Hogyan fogadnak ők téged, amikor eljutsz hozzájuk? Hát én azt tudom mondani, 99%-ban nagyon jól fogadnak. Egy pár eset volt olyan, hogy azt mondta, hogy nem akarunk semmi erről beszélgetni. Örülnek annak, hogy valaki érdeklődik még ez iránt a téma iránt? Hát, hogy példát mondjak, egy hősi bácsi azt mondta, hogy jaj, én már évek óta ezt vártam, hogy már valaki jöjjön el, és hogy elmondjam neki. Hogy folynak ezek a beszélgetések? Hogy néz ki egy ilyen beszélgetés? Hát először is bemutatkozok, hogy ki vagyok, hogy mégis tudják, hogy nem vagyok valami, nem tudom ki. És elmondom nekik, hogy miről is lenne a szó. Behatároljuk így, hogy 1938-tól egészen 1948-ig attól függ, hogy mikor jöttek haza a hadifogságból. De először is a családról beszélgetünk, mert ez ilyen neutrális téma. És aztán következik egy ilyen blokk, hogy a 38-as év, mikor bejöttek a magyar csapatok, elfoglalták Felvidéket. Aztán a Horthy rendszerről is beszélgetünk, és ezután térünk rá magyar a katonaságra, vagy a Leventéknél a elhurcolásukról beszélgetünk. Milyen hosszú egy ilyen interjú, egy ilyen beszélgetés? Hát voltak 20 perces interjúim is, és amit már említettem, hogy volt egy 8 órás interjú, de az mondjuk az 2 napban volt. És nem csak egy interjút csinálunk, hanem az első interjú után átírom magát interjút, és abból még készítek kérdéseket, és másodszor is el szokok menni, minimum másodszor. Volt olyan hely, hogy 5-ször is elmentem, mire tisztáztuk a dolgokat. Most tudományos szempontból, hogy készülsz te rá egy ilyen beszélgetésre? Milyen forrásoknak kell utána nézned? Hát elsősorban nagyon sokat kell olvasni. Ezt lehet, hogy azt lehet mondani, hogy lehet, hogy hanyagolom is, mert nagyon időigényes dolog, mint oral history. Átírogatni ezeket a dolgokat. Nagyon sok információt így tudtam meg maguktól a visszaemlékezőktől. De sok mindennek utána kell nézni. Itt nagyon jó dolog a internet. El sem tudom képzelni, azelőtt, hogy csinálták ezt. Minek nézel utána például? Például tények, de itt a internet nagyon sokat segít például abban, hogy mondnak egy szovjetunióbeli várost, vagy kis faluskát, és akkor én azt keresem a interneten, hogy létezik-e valami, és bebizonyosodik, hogy igen, léteznek. Mi az, amire te fókuszálsz egy ilyen beszélgetésben? Az első interjúknál hagyom őket, hogy beszéljenek. Ők tudják a saját történetüket. Én megmondom, milyen lesz a séma. És akkor körülbelül ilyen sorrendben mondják ők, és aztán főleg a második interjú alatt inkább ez ilyen dialógus. Úgyhogy akkor többet kérdezik a másik interjú alatt. De persze az első interjú alatt is sokszor közben lehet kérdezni, mert valami nem hallok jól, hogyha vissza kell kérdezni. Hogyha a diktafonra csinálom, akkor ott lazább a helyzet. Igen. Tehát nem gondolod, hogy kár az, hogy már ennyi mindenkivel riportot készítettél, és nem készült róla képanyag is, csak hanganyag? Most terveztük be a nyárra, hogy a kollégákkal le fogunk menni, egy 10-15 bácsival, és ezeket le fogjuk forgatni. Mindegyik él még, akikkel te beszélgettél? Hát én körülbelül 200 emberre beszéltem eddig. Abban 2/3 olyan, hogy tényleg nagyon jó visszaemlékező, nagyon jó kondícióban vannak, és amiről én tudok, van 10 meghaltak közben. Ez 5 év leforgása alatt. Lehet, hogy többen vannak persze, mert nem mindenkivel tartom a kapcsolatot. Hol voltak ezek az emberek, katonák, illetve Leventék hadifoglyok? Melyek azok a területek, ahonnan ők visszaérkeztek? Akkor most itt is mondhatok egy példát. Egy Jókai bácsi, Sül János, és az 39-ből kezdve, amikor berukkolt, tényleg azt lehet mondani, hogy mindenhol volt. 39-ben volt Kárpátalján, bár nem foglalta Kárpátalján, de ott volt, amilyen gyakorlaton vagy. Azt hiszem, országhatárt védtek. 40-ben bevonult Erdélybe, 41-ben az első hadjáraton volt oroszoknál,
42-43 domkanyar, aztán leszerelt egy időre, és mikor újra bejutak 44-be, nem Budapest védeni. De ott olyan szerencséje volt, hogy már a körbe zárult Budapest körül, és akkor megszökött, úgyhogy otthon várta meg oroszokat. Ez egy olyan, tényleg olyan történt, hogy 6 évig, nem állandóan, de úgy lehet mondani, 6 évig katona volt, és minden ott volt, ami de mondjuk délvidéken nem volt az egy. Több olyan volt, aki Erdélyt foglalt, nem tudom, így számomban ilyen 5-6 emberre találkoztam, aki 40-ben foglalta Erdélyt. A 44-es hadjáratban ott is voltak ellenem, ott is lehet, hogy olyan 10-el beszélgettem. Domkanyarosokból nincs olyan sok, főleg a Leventék a legnagyobb csoport, akikkel beszélgettem, ezek a 1923-osok, fiatalabbak. Utolsó Leventék, akiket kivittek, 1930-osok voltak. 45-ben, úgyhogy voltak, akik nem voltak 15 évesek. Ezeket kivitték. És így százalékban nem tudom megmondani, de a 70-75% a hadifogságba is esett. Rövidebb vagy hosszabb időre. Általában azok, akik nyugati fogságba kerültek, azok 46-ig hazajöttek. Akik orosz, vagyis a szovjet hadifogságba estek, hát azok voltak olyanok, akik 48-ban jöttek haza, úgyhogy már még jobb voltak. Ők van olyan is, aki mindkét hadifogságban volt? Voltak ilyenek is. Úgy is ők össze is tudják akkor hasonlítani ezt? Igen, össze tudják hasonlítani pontosan. Hogy példát mondjak, mivel hogy amerikaiak és britek foglalták el a Németországot, és akkor a Leventék kint voltak Németországot, nem csak Leventék, katonák is, és volt úgy, hogy először amerikai hadifogságon voltak, aztán még plusz britbe, és mikor a franciák megkapták a saját zónájukat Németországban, akkor még plusz francia hadifogságban is voltak. Vagy olyan is volt, hogy kint voltak Németországban, nyugati részén, és találkoztak amerikaiakkal, és ahogyan jöttek visszafele, akkor még pluszba orosz hadifogságba kerültek, és ki is vitték őket. Vagy voltak olyanok is, akik például cseh fogságba kerültek. Ahogyan jöttek hazafele Németországból, cseh leállították őket is, és ott is elidőztek egy darabig. Említetted, hogy már legalább ilyen 200 riportot készítettél, 200 beszélgetést készítettél. Milyen vidékeken, merre felé jártál? Ilyen járásokat, hogyha meg tudod mondani, járásokban így szem szerint, hogy sikerült-e eljutnod a keleti régióba, vagy inkább csak itt ezen a környéken mozogtál? Itt ezen a környéken Sejjei járatot kezdtem, aztán Galántai járás, Szerdahelyi járás, Komármi járás egy része, Újvár járás egy része, és még mi van ott. Itt ezekben a járásban. Hogy még van mit kutatni. Úgyhogy kellett. Egy alkalommal voltam cseh kollégákkal, a Ustavpro Studium Tudatnyi Rezsimó, ott kamerával forgattunk, és keleten is voltunk. Mekkora anyag gyűlt össze a diktafonodon? Hány órás anyag? Ha így ezt így összeszorzod, összeállod. Hát, hogyha csak ezt a 130 bácsit számolom, akik jó interjút adtak, van körülbelül van 450 óra diktafonra. És még plusz van egy 100 óra a többiektől, és hogyha még a deportáltakat is beleszámítom, ott is van 30-35 óra. És közben még Vákirályfán is, a szülőfalunkban is oral historiát csinál. Ott is talán 15 emberrel beszélgettem nálunk Királyfán. Milyen érzés neked, amikor ők ezekről a dolgokról beszélnek, és ezt az emberi oldalát ők a beszélgetésbe átvetítik? Tudsz te ezekkel az emóciókkal dolgozni? Hát én remélem, hogy tudok, de legtöbbször
legtöbbször már nem olyan érzékenyen veszik ezt. Mégis csak 70 év eltelt, de voltak olyan bácsik, akik szabályosan sírtak. És akkor nem tudok már csinálni, csak csendben lenni. Igen. Szoktak neked mást, valami emlékeket, vagy valamilyen tárgyi emlékeket mutatni ezekből az időkből? Van rá mód, hogy mást is gyűjtsél, mint történetet? Igen, vannak ilyen dolgok, például memoár visszaemlékezések. Ők leírják a... Van egy Muzslai bácsi, Sulci Józsi bácsi, ezt Józsi bácsinak hívják, és 178 oldalra leírta ezt a történetét. Ő kint volt a fronton is, csak itt Magyarországon, mert ő 22-es születésű, úgyhogy már nem ment ki a keleti frontra, hanem itt volt Magyarországon, és aztán 3 évig hadifogságon, és ő ezt leírta. Vagy, hogyha mást említenék, egy, mint Leventét vittek ki, Vajda István tanárurat, ő viszont mutatott nekem fényképeket, amikor a francia hadifogságon voltak. Vagy a legjobb példa a fényképekre, ez a Süli János, akit már említettem. Ő egy egész albumot húzott elő, nem is tudom honnan, és ott főleg a 1941-es hadjáratot fényképezte, ő mint habitudósító volt. Ott van olyan 150 fénykép, nem csak a 41-esét, ott van Erdély foglalása is, maga 41-esét, és egy pár fotó a Donkanyarul. Mi történik ezzel az anyaggal? Odaadják neked? Beszkenelheted? Vagy... Legtöbbször odaadják, vagy hogyha nem adják oda, akkor van egy fényképezőgépem, és akkor lefényképezem. De legtöbbször odaadják. Tehát ez alatt a beszélgetés során olyan bizalom alakul ki közted és a riportalanod között, hogy ő hajlandó ezt a éveken át őrizgetett kincseket is kölcsönadni. Nem tudom, hogyan működik, de így van. Például a Muzslai bácsinak a naplója, azzal... No, konkrétan az a napló, de az nem is napló, azok inkább ilyen visszaemlékezések. Ezeket 86-ban írtam, azt hiszem, hogyha jól emlékszek rá. Azt nem kölcsönözte nekem. Uh-huh. Úgyhogy azt lefotóztam. Lefotóztad. Tehát akkor de szerintem, hogyha most elkérném tőle mostanában, azért lehet, hogy odaadna. 70 év eltelt azóta, mióta befejeződött a háború. És el ki lehet számítani, 1930-asok voltak a legfiatalabbak, azok most már 85 éves. Igen. Vannak. Például a legidősebb az idén lesz 104 éves. Volt ott egy 1912-es, azonnal sajnos meghalt ez a bácsi. Ezek is hihetetlen jó kondícióval voltak. Ilyen magaskor is. Megkérdeztem a legidősebb bácsitól, hogy mi a hosszú élettitka. És azt mondta egyszerűen, nem kell meghalni. Nem szabad meghalni. Neki sikerült párszor a halált kikerülnie, ugye? Konkrétan ez a bácsi szovjet hadifogságú volt, de ő nagyon rövid ideig volt ő katona. És aztán már civilben volt, mikor elhurcolták őt, egy pár hónapra aztán vissza is jött. A gyengébb testalkatú volt, és a szovjetek ilyeneket nem akartak. Őnek egy munkás emberek körülötte, akik felépítik újra a Szovjetunió. Mik a terveid a jövőre? Mivel, hogy csak ezt egy pár járást jártam, de még nagyon sok helyen nem voltam, úgy lehet mondani. Szerintem még 2-3 évig ilyen tempóban lehetne folytatni, még bejárnám például egész Dél-Szlovákia. De vannak itt más témák is, szerintem fontos témák. Például a 45 utáni a magyar kérdés, a deportálások, lakosságcsere, reszlovakizáció. Ezt is jól lenne csinálni, csak szerintem nem mondom, hogy ez idősebb generációról van szó itt a katonákról, meg a Leventékről, de szerintem ez a legfontosabb most. Ezt a legidősebb generációt térképezzük. Említettük, hogy egy ilyen 450 órányi anyag körülbelül, de lehet, hogy ennél több is, az, ami eddig összegyűlt.
mi történik ezzel? Ez diktafonom van. Most mi lesz ezzel? Mi a következő lépés? Ahogy megcsinálom az első interjút, bedobom a számítógépbe, rögtön írom át. Nem rögtön, de muszáj átírni, hogy én más interjút is tudjuk készíteni. Úgyhogy az első interjúk azok mind át vannak írva. Hogyha 100%-ban megmondanám, lehet, hogy olyan 70%-án ennek anyagunk át van írva. Úgy lehet venni, hogy egy óra anyag, amit átírok, az a 4 óra írás. Csak amit írok. Plusz ahol még kell készíteni kérdéseket, amilyen időrendbe dobni a dolgokat, az plusz még 4 óra. Úgyhogy ez egy nagyon aprólékos munka, ahol lehet mondani. És akkor át vannak írva ezek a beszélgetések, mi lesz velük? Most már elkészült, meg van egy szöveges hanganyag, ugye? Le van írva, most már van egy elektronikus verziója is, és most mi történik? Nem sok idő volt arra, hogy publikáljuk, bár egy pár helyen publikáltam eddig, mert az is nagyon időigényes. Most inkább abban a fázisban vagyok, hogy nagyon sokat gyűjtök. Bár most május végéig leadném egy kéziratot, ami 270 oldal talán, most vagyok valami 200. oldalnál, és idén fog megjelenni első könyvön. Tehát akkor ezek mind publikálva lesznek? Illetve azok, amelyek mondjuk ilyen érdekesebbek, vagy történelmi szempontból értékesebbek? Igen, így. Ugye a legérdekesebbek, vagy a leghosszabbak, vagy így legérdekesebbek. És a többi az pedig archivációra kerül. Az archiváció, igen. Említetted, hogy idén már kicsit ki van bővítve ez a projektum azzal olyan téren, hogy képi felvétel, tehát videófelvétel is fog készülni ezekről az interjúkról. Ami gondolom azért nem lesz egyszerű, mert egy kvázi kis stúdiót kell majd a helyszínen, a riportalanyoknál berendezni, őnekik ebben majd komfortosan kell érezniük magukat, hogy valóban beszélgetés legyen, és nem csak egy lecke felmondás. Említettük azt is, hogy ez milyen fontos, de ez szintén egy nagyon időigényes munka. Milyen hosszúra van tervezve ez a filmes része? Ez csak idén fog zajlani, illetve milyen tervek vannak a jövőben? Mi úgy szeretnénk, hogy ez lenne első év, úgyhogy ilyen tradíciót bevezetni. Kamerára lenni embereket. Tehát, hogy ezen túl nem csak a diktafonoddal járnál, hanem kamerával is? Kamerával is, igen. Most idén 10-15 ember terveztünk be. És úgy számít csak, hogy milyen láttam, hogy milyen előkészületek vannak már is, úgy fogjuk csinálni, hogy egy nap csak egyet fogunk leforgatni. Úgyhogy ez 10-15 munkanap. Egy július közepéig kellene ezt megcsinálni. Ezt követően aztán föl lesznek dolgozva ezek a filmek, és közé lesznek téve az interneten, vagy mi a funkciójuk? Kétféle kimenetelük lesz. Az első, az egy konkrét emberrel egy interjú, amit a kollégák megvágnak, és lesz egy ilyen 20-30 perces egyéni interjú. Mivel, hogy többet fogunk forgatni, mert vannak olyan bácsik, akik 2-3 órát is fognak tudni mondani, itt ezt meghagyjuk ezt a anyagot, és a jövőben egy ilyen hosszabb dokumentumfilm sorozatot téma szerint. Ilyet akarnak készíteni. Legalábbis ez a terv. És mi volt a helyzet a nőkkel? Mert én úgy tudom, hogy őket is vittek el fogságokba. Amikor járok hozzájuk, sok esetben ott van a feleségük is. És én ezt nem bánom, mert ők is tudnak hozzátenni a dologhoz. Például ilyen helytörténeti szempontból nagyon érdekes dolgokat mondnak el. De hogyha a katonákról van szó, akkor 3 falu volt, Hetény, Szentpéter és Virt, ahol a nyilasok összeszedték a fiatal lányokat 15 évtől 18 éves korig, és őket is kivitték Németországon. Ők légvédelmisták voltak, ők is jutottak hadifogságba. Miért vitték ki ezeket a lányokat? Ezt senki sem tudja megmondani. Itt a 3 fal után leállt ez az egész akció.
akkor már olyan helyzet volt, hogy tényleg mindenkit akartak volna vinni, és akkor vitték a lányokat is. És akkor ott, nem tudom, most Szentpéterben, vagy Heténben a civilek, vagyis a lakosság szembefordult a nyilasokkal. Úgyhogy lehet, hogy a nyilasok látták, hogy ez probléma lesz máshol, és akkor leállítottak az egész akciót. És aztán ők mennyi ideig voltak ott abban a fogságban? Akikkel én beszélgettem, ez 4 nap volt, ezek mind nyugati fogságban voltak. Bár nem is lehet ezt nagyon fogságnak mondani, mert ők nem voltak kimondottan fogolytáborokban, hanem valami munkákat végeztek. Nem lehet itt hadifogságról beszélni, és elég hamar az kényszermunkán voltak akkor. Hát elején, még a háború befejezése előtt ezt kényszermunkának lehet mondani, és azután mégis a lányokkal nem úgy viselkedtek, mint valami katonákkal. A amerikaiak, vagy a britek, vagy a franciák, de azt hiszem francia fogságban nem voltak ők. És aztán ők hazakerültek? Ők hazakerültek elég hamar. És velük is készítettél riportot? Igen. 4 voltak. Egy szentpéteri és 3 hetényi néni. És ők belementek ezekbe az interjúban? A nők ilyen szempontból talán nem szívesen beszélnek az ilyen élményekről. Jó interjúk születtek velük? Szerintem nagyon jó interjúk születtek. Volt egy néni, aki kimondottan nem akart ebbe vele menni. És nagyon is bántam, mert azt hittem, hogy lehet, hogy ő utolsó, és akkor mentem hozzá, és nem. De aztán Hetényen találtam még 3. Ezek révén, a beszélgetések révén te elég sok komoly, szomorú, vagy nehéz sorsot ismertél meg. Melyik volt az, amelyik talán a leginkább szíven ütött téged is? Rögtön első a nagyapámnak a barátja, a Tóth Károly. Ő orosz hadifogságú volt 1947-ig, és mikor elfogták, már maga út az nagyon-nagyon kemény volt, nagyon nehéz volt, nagyon sokan meghaltak út közben. Az volt a legnagyobb probléma, hogy tífuszt kapott. És bekerült a Lámír kórházba, és a kettő egészségügyi, aki ott volt, ilyen praxist vezetett be, hogy mérték mindenkinek a lázát. És akinek magas volt a láza, azokat behajtották a halottasába, hogy ott majd megfadnak, és akkor nem kell a gyengéket másnap reggel hurcolni a halottasába. És a bácsi ezt túlélte. Úgy élte túl, hogy volt ott egy erdélyi fogoly és egy olasz. 1945. februárjában volt ez, nagyon kemény volt a tél, és kompletten levetkőztették őket, és kihajtották őket a halottasából. És ott is nagyon hideg volt, úgyhogy nekik egymás körül melengedni. Az volt benne a pláne, hogy másnap jött egy inspekció a táborba. Hogyha nincs ott az a inspekció, akkor nem találják őket meg a halottasából. Ez volt a legszörnyűbb eset, amit hallottam. És ezt erről már tudtam azelőtt is, mert ezt hallottam, mert Királyfán ez ismert történet. És a tífuszból aztán neki sikerült kigyógyulnia? Őnek egy nagy szerencséje volt, de többnek is volt ilyen szerencséje, hogy egy orvosnő kezelte őtet, és minden megtett érte. Például külön vodkát hozott neki, mivel hogy vizet nem ihatta. Nem is ezt állította rá, hogy vizet nem adtak nekik, mert állítólag a tífusz betegség valahogyan összefüggésben van a rossz vízzel, fertőzött vízzel. Úgyhogy lassan kigyógyult ebből a betegségből. Mivel ez 45 februárjában volt, akkor még előtte volt 2 hadifogság. És akkor úgy jutott haza, hogy egy balesetje volt, és eltörte a lábát. És 47-ben ott egy olyan úgynevezett betegtranszport. Ezt kell vitték haza. De ott sokban közre játszott egy orvos is, akivel nagyon jól összebarátkozott, a Karcsi bácsi,
és akkor úgymond ő elintézte neki ezt. Úgyhogy ő valamivel korábban jött haza, mint a többiek. Mert legtöbben 48-ban jöttek ki, akiket már kivittek. Mert voltak olyanok is, akik már 45-ben hazajöttek a szovjet fogságból, de ezeket nem vitték ki. Maximum elvitték őket Romániában, volt ott két tranzitláger, és ott válogatták, hogy kik a erősebbek, kik a gyengébbek, és a gyengébbeket hazaküldték. Sokan máskülön már így ráfáztak, hogy látták, hogy a gyengébbeket küldik haza, és akkor nem mentek. Mert például a porciók felét valaki másnak odaadták, és így legyengültek. Úgyhogy sokszor, nagyon sokan ráfáztak így. De egyszerűen nem jött az a betegtranszport, és akkor ott maradtak. És sokan örökre ott maradtak. Még azt is hozzátenném, hogy nagyon sok függött a szerencsétől. És ez főleg a orosz hadifogságon mondhatom el. Mert azért az amerikai, brit és francia fogságban is voltak nagyon cifra esetek, de ott mégiscsak ezek a hadseregek, mégiscsak demokrata államban voltak ezek a hadseregek, és Szovjetunióban mégis egy más rendszer volt. Mert hogy ott maga a Szovjetunió is a 4 év alatt el lehet képzelni, kétszer átment rajta a front, ami 27 millió emberről van szó most, hogy a háborúban meghalt. Ott hiányzott a munkaerő, ott minden le volt rombolva. Ott maguknak, a civileknek is nagyon kevés volt enni maguk, nem még a hadifoglyoknak. Sőt, voltak esetek, többen mondták, hogy még a hadifoglyok jobban voltak táplálva, mint a civilek. A szovjet fogságban sokkal több függött a szerencsétől, mint nyugaton. Ezt tudom mondani. Bár a szovjet hadifogságban is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem volt olyan rossz, túl lehetett élni, de sokkal több az olyan eset, hogy mint Béla ez a Karcsi bácsi. És akkor végezetül még egy kérdést tennék fel, hogy ezek az eredmények, amelyek már konkrét eredményei a te munkádnak, például az archivált és begépelt beszélgetések, illetve a könyv, amely majd meg fog jelenni, illetve a filmekről, a videófelvételekről, a filmek, és a hosszabb archivált változatok, ezek hol lesznek hozzáférhetőek? Ki találja és hol meg ezeket? Maga anyag, amit összegyűjtöttem, ez itt hozzáférhető lesz a Fórum Intézetben, és van egy tervünk, hogy ezt a internetre fogjuk feldobni. A másik dolog az, hogy publikálni fogok ezentúl, most idén megjelenik a könyv, és újságokban is szeretnék publikálni. Minden anyag, amit összegyűjtöttem, ez hozzáférhető lesz interneten. Nem most, de a jövőben ezt tervezzük. Köszönöm a beszélgetést!